Sziasztok! Ez idén az utolsó videó tőlünk, egy kérdésekre válaszolós videó. Pár napja, vagyis hát mire ez a videó felkerül már, több mint egy hete, igen. Kiraktunk egy képet Instagramra, ahogy a múltkor is, és megkértük, hogy tegyetek fel nekünk kérdéseket, amik ilyen leginkább karácsonyi és szilveszteri témájúak. Elég sok kérdés érkezett, sajnos szintén, ahogy a múltkor, most se tudjuk az összeset megválaszolni, viszont azért igyekszünk és kiválasztottuk a szerintünk legjobbakat, úgyhogy itt láthatjátok őket. Az első kérdés, hogy szoktunk-e új évi fogadalmakat tenni. Én mindig szoktam valamit elhatározni, de aztán, hogy betartani sikerül, az már egy másik kérdés. Igazából nem is az, hogy elgyengülök és nem sikerül betartani, hanem inkább csak elfelejtem, hogy én valamit megfogadtam. Általában ez a személyiségemmel kapcsolatos szokott lenni, hogy például nyíltabb leszek, vagy kitartóbb, vagy többet fogok tanulni. Idén még nem gondoltam át, hogy mi lesz a fogadalmam, de hát biztos, hogy valami tanulással kapcsolatos, ugyanis nekem idén az érettségén, úgyhogy arra idén lenne összekapni magamat, és akkor még kitartóbbnak lenni tanulás terén neked. Hát általában én is már lemondtam ezekről a fogadalmakról, mert úgy jönnek össze soha is. Szerintem, hogyha valaki elhatároz valamit, akkor ez nem úgy jön jó, akkor január 1-től más leszek, hanem folyamatosan. De azért ennek ellenére most idén eszembe jutott pár dolog, amit hát szeretnék majd végrehajtani a következő évben. Ezek nem ilyen nagy dolgok, tehát például ilyen több vizet iszom. De komolyan, ezt már nagyon sok helyen látom, és rájöttem, hogy naponta kb. 3 deci víz kerül belém, úgyhogy annál több kéne. Hát van olyasmi is, ami a személyiséggel kapcsolatos, mert én iszonyúan döntésképtelen vagyok is, hogy kicsit jobban el tudjam határozni, mit szeretnék is, mit nem. Egy pár szilveszteri kérdés. Együtt lesztek szilveszterkor? Mentek szilveszteri buliba? Ha igen, milyen jellegűben? Házi buli vagy csak barátnőkkel? Kezdjem? Szóval együtt leszünk a szilveszterkor, ezt még nem tudjuk. Miért? Miért nem tudjuk, nem együtt? Nem tudom. Igen, együtt leszünk szilveszterkor. Mentek a szilveszteri buliba? Elvileg. Házi buli vagy csak barátnőkkel? Hát igazából a kettő együtt van a barátnőkkel. És házi buli. Valószínűleg házi buli. Hát mire ez a videó felkerül, már nyilván tudni fogjuk, de most ma még csak 21-e van, és még nem tudjuk, hogy hogy alakul, mert barátokkal lesz az biztos, de még nem. Bocsi, megveszem helyetted. Csak látom, hogy ja, közösen már megint. Nem vagyok, azért megmondtam, amit most. Szóval, hogy barátokkal leszünk mindenképpen, de még nem tudjuk, hogy hol. Mert hogy melyikünk lesz képes arra, hogy felajánlja a házát, úgyhogy nagyobb ennyi. Az bátorság kell. Akkor a következő kérdés. Ha nem lenne a csatorna, akkor is csinálnátok magatoknak, barátoknak DIY dekorációt, ajándékot az ünnepek alkalmával? Biztosan, én legalábbis. Én is. Igen. Igazából meg amiket csinálunk a videókban, azokat egyrészt vagy azért csináljuk, mert tényleg ugye érdekel, és meg akarom csinálni, és mellesleg amúgy felveszem, de van olyan is, hogy csak azért csinálok meg valamit, mert hogy videót akarok róla készíteni, és amúgy nem csinálnám meg, nálam ez is elő szokott fordulni, viszont az biztos, hogy az ajándékoknak a nagy részét azt ilyen DIY-os ötletekkel készíteném el, szerintem ez nálad is így van. Igen, szóval bár nekem általában nem nagyon szokott olyan kedvem lenni, hogy olyan videót csináljak, amiben olyat csinálok, amit nem csinálnék meg amúgy, szóval én biztos, hogy mert nem azért csinálunk kreatív dolgokat, mert videózunk, hanem azért videózunk, mert kreatív dolgokat csinálunk. Ez egy nagyon szép hasonló. Köszönöm. Igen, ez egy nagyon. Ezt kiírhatni a csatorna mottónak. Következő kérdés, hogy megajándékozzuk egymást karácsonykor. Most hát ez lehet, hogy meglepő, de nem, mivel így megbeszéltük ugye Rozival meg Ágival is, hogy igazából annyira nincsen rá szükségünk, meg amúgy is érezzük, hogy szeretjük egymást, és amennyi ajándékot kell készíteni az összes többi barátunknak, akit húztunk, akit a másik helyen húztunk, a családban, mit tudom én, vagy csak egy plusz macera lenne, és igazából az embernek nincs annyi energiájra, még egy plusz egy ajándékra. Úgyhogy ez az ajándékunk egymásnak, hogy megkíméljük egymást a plusz ajándékra. Igen, és... De hát amúgy lesz egy pizsi partink. Egy négyes. Igen. Szóval igazából úgy voltunk vele, hogy legalább együtt leszünk, és egy ilyen programot adunk egymásnak ajándékba, hogy egymással alszunk. Igen. Nálatok miből áll a karácsonyi napirend? Hát nálunk egyrészt a karácsony, mivel az ugye 25-e, de nálunk 24-e.
a karácsony a felfogásban, szóval tudom, hogy ez szent este, de mi 24-én szoktunk együtt sütni, akkor mindenki otthon van és nem megy sehova, nem jön hozzánk senki más, csak így a családban vagyunk, a szüleimmel és a tesóimmal, és takarítunk, nem tudom ilyenek. Nagyon jó karácsonyi program. Karácsonyi program, igen. És 24-én este pedig azt szokott lenni, hogy lemegyünk a templomba, ott van egy ilyen pásztorjáték, azt megnézzük, aztán hazaérünk, és most, hogy már van kis tesóm, nem tudom, hogy hogy lesz a fadíszítés, de például tavaly, meg tavaly előtt úgy volt, hogy közösen feldíszítettük a fát, mert már mindenki tudta, hogy tavaly is volt kis tesóm. De nem úgy, akkor még nem fogta fel azt, hogy ők díszítik, és nincs is Jézuska. Ja. Amúgy remélem nem nézi senki. Amúgy van Jézuska. Igen, amúgy van Jézuska. És hogy tőlem tudja. És aztán pedig ajándékozunk, mármint hogy a falat ott vannak az ajándékok, kibontjuk 24-én, és 25-én pedig jön a családnak a többi része, a nagyszülők, vagy mi utazunk hozzájuk, szóval nagyjából így szokott eltelni. Ja, hát nálunk inkább 25-én van ez az ilyen ünneplés része, bár igazából mi nem szoktunk ilyen nagy családos ünneplést tartani, csak mi így külön, tehát mi öten vagyunk a családban. És 24-e az inkább ilyen vacsi készítés, karácsonyfadíszítés, már az is elég ilyen nyugis, de 25-én általában egész nap pizsiben vagyunk, filmezünk, mindenki az ajándékaival el van, úgyhogy nagyon nyugis nálunk mindig a karácsony, de nincsen semmi felhajtás, vagy vendégsereg, vagy ilyesmi, úgyhogy ez szokott lenni. Szilveszter, akkor meddig maradunk fel az ütés? Hát, reggel 8-ig, aztán hazavergődünk. Az árusztól kihasználunk. Nektek mit jelent a karácsony? Sokat változott a jelentése a kiskoratokétól? Vagy még mindig az a szerepe, ami akkor volt? Szerintem ez egy azért... Szóval szerintem ez azért jó kérdés, mert a karácsonynak fontos szerepe kell, hogy legyen az életünkben, és nem az ajándékok miatt, hanem azért, mert ez a szeretet ünnepe. És én például a hangulatát nagyon szeretem a karácsonynak. Szerintem ez az, ami megváltozott, mert korábban annyira nem fogtam fel, legalábbis amíg kisebb voltam, hogy csak így nézed az üzletekben, hogy ki van világítva, és milyen szépek a fények, és persze aztán gondolkozod, hogy mit kér karácsonyra, és megkapod az ajándékot, és ennyi. Szerintem ez abban változott így felfogásban nálam, hogy nem tudom, szeretem, amikor ilyen karácsonyi illatú gyertyák égnek a szobámban, meg ott is vannak fények, meg dekorációk, és akkor ez egy olyan karácsonyi hangulatba hoz, ami teljesen úgy azt az érzést kelti, hogy ez tényleg a szeretet ünnepe, és az ajándékok is, ja igen, az ajándékok is, amiket adok, azok változtak, ugyanis sokkal személyesebbek szoktak most már lenni, hogy kifejezzük, hogy a másik fontos, nem tudom rád, miben változott. Hát nekem pont fordítva változott igazából, amikor kicsi voltam, akkor sokkal varázslatosabb volt az egész, ugye, hogy írok egy listát, és elviszi az angyalka, és karácsonykor meghozzam, amit kértem is. Hát persze a fát azt mi díszítettük, mert azt nem az Jézusra hozta, vagy az angyalka, hanem mi csináltuk, de valahogy az egész olyan nagyon varázslatos volt, és akkor ugye még rajtunk sem volt az, hogy akkor hát végül is kisgyerekek voltunk, tehát nem kell annyira takarítani, meg benne lenni az egész munkában, inkább csak kielveztük. Most már sok végrebb ugye itt van, hogy nekem is kell ajándékot csinálni, nem csak én kapok, akkor nekem is részt kell venni abban, hogy sütünk, főzünk, meg minden. Szóval az egész kicsit ilyen föltözölgattabb lett, hogy nem is tudom, hogy ez teljesen jó kicsit. Ja. Szóval, hogy már annyira nem tudom átérezni a hangulatát, mert az előtte levő egész héten azon stresszelek, hogy kész lesz-e minden ajándék, hogy nem megvan-e, kivel mikor ajándékozunk és hogy van. És szóval most jelenleg éppen egyáltalán nem vagyok karácsonyi hangulatban, még van 3 nap karácsonyig is, és nem is hallatok karácsonyi zenéket, és az égősor az fent van, de annyira nem hatásos, úgyhogy majd most a vörösmarton. Remélem, hogy a vörösen. Igen. Na, akkor most egy jó kis pro-kontrát hallottam. Szóval szerintem régen jobb volt a karácsony, de hát... Melyik a kedvenc karácsonyi zenétek? Ezt a kérdést azért raktam bele, én különben, mert van egy karácsonyi kedvenc zeném. Mégpedig azt szerintem pont te küldted, vagy nem tudom, csak így vízből a Christmas in Harlem. Azt hallottam. Van egy olyan szám, de melyik ez Kanye West-nek, vagy kinek a száma? Lehet. Mindegy, majd gyerinkelem a leírásba, Christmas in Harlem a címe, és nagyon tetszik, és Panni csak így viccből küldte, hogy a Spotify-on rákeresett arra, hogy Christmas, és kérdett ilyen Christmas-es rappes számokat.
Tehát, hogy mennyire ilyen vicces az, hogy nem ilyen csengőszó van a háttérben, hanem ilyen nagy repelés. És meghallgattam viccből az egyiket, és annyira megtetszett, hogy azóta csak azt hallgatom, és nekem ettől ez karácsonyi hangulatom, úgyhogy tök jó. Igen. Úgy normális zenék közül a kedvenc karácsonyi számom a Coldplay-től a Christmas Lights. Az jó. És a Hurts-től hosszú címe, All I Want For Christmas Is New Year's Eve, vagy New Year's Day. Vagy jó. Nem. Hogy díszítitek a fát? Mindig ugyanúgy van feldíszítve, vagy mindig kicsit máshogy? Igen. Megvagy? Jó. Szóval a karácsony fával kapcsolatban nálunk amúgy műfenyő van most már, azt hiszem, hogy 2 éve, de olyan műfenyő, amit egyszer megvettünk, és így össze lehet rakosgatni a részeit. Ja, ezt sajnos nem tudom most így videóban megmutatni, de nem tudom, hogy olyan minden lehet akkor. De olyan, hogy így szétnyitogatod, és bárki van nálunk vendégségben, senkinek nem tűnik fel, hogy az műfenyő, mert annyira tényleg valódinak néz ki, hogy így a fenyőnek az ágait szét lehet nyitogatni, hogy úgy álljon, hogy így össze-vissza, tehát teljesen ilyen természetes hatása van, és nem fényes, vagy nem tudom, szóval nem látszik, hogy ez ilyen mű, hanem mint hogyha teljesen valódi lenne, és nálunk ez teljesen bevált, mert így egyrészt nem potyognak le mindig a földre a kis fenyő levelek, másrészt meg nem kell mindig újat venni, és ez így elég sok időt, meg energiát megspórol, úgyhogy mi ezt nagyon szeretjük otthon, és amúgy a díszek mindig ugyanazok, amióta az eszemet tudom, mindig ugyanazokat a díszeket rakjuk fel. Nálunk mindig valódi fenyő van, és én nagyon szeretem, nem is akarok műfenyőt, bár hogyha annyira életű, akkor az is jöhet, de mondjuk kéne rá ilyen parfümet fogni, amilyen fenyőillatú parfüm, és akkor már is. És egyébként hallottam egy trükköt, hogyha az élő fát, a törzsét nem sima vízbe rakjuk, hanem sós vízbe, akkor nem hullanak le a levelei. Ezt mellett, hogy idén kipróbáljuk, mert nem tudom, hogy tényleg beválik-e, de elvileg ez egy trükk. Mert hogy a só miatt így összehúzódnak, mert hogy így behúzódnak, mert nem behúzza, hanem így... És így behúzza, és így rága. Az egész rága, mert behúzta a rága. Igen, ez szép a karácsony, csak most behúzta le. És a karácsony fedélyszerűen nekünk minden egyes évben ugyanazok, de most anyukám kitalált, hogy újít. Úgyhogy pont idén más díszeink lesznek, kitalálta, hogy arany, bronz és réz színű díszeket fog felrakni, eddig ilyen piros arany volt, amit annyira nem tetszik nekem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni ez az újfajta stílus. Legjobb karácsonyi vagy szilveszteri történet? Szóval a legemlékezetesebb szilveszteri történetünk az, amikor 2 éve voltunk egy olyan szilveszteri buliban, amit az egyik ismerősünk szervezett, egy srác, és neki a házukban volt, de ez egy olyan ház, ami már eléggé, hát úgymond bebukkant volt, és már január 5-én bontották le, szóval pont ezért egy olyan bulit csaphattunk, hogy bármit szét lehet törni, vagy zúzni, vagy akár a falakat is szétszedhetjük, mert hogy úgyis le lesz bontva, és nem kár érte. Na hát az életem legdurvább bulia volt, direkt törték az ablakokat. Volt, aki elkezdte felszedni a padlót? Volt, aki a falat elkezdte bontani. És mi aranyosan lányok úgy fogtuk fel, hogy még aznap vagy azelőtt oda mentünk, és akkor graffitiztük a házat. Én akkor graffitiztem életemben először, és tök izgalmas volt, igen. És akkor gondoltuk, hogy akkor lehet rongálni, graffitizzünk, még a fiúk, lehet rongálni, törjük ki az ablakot, és kidobáltak mindent az ablakon. És aztán emlékszem, hogy utána pár nappal, tehát január 5-e környékén visszamentünk páran, hogy megnézzük, hogyan a munkások szedik szét a házat, és akkor mondtuk a munkásoknak, hogy hát ezt így mi csináltuk, én nem, csak hogy a társaság. Mi nem voltunk, természetesen. Igen, hogy a társaság, és akkor a munkások megköszönték, hogy elkezdtük lebontani, mert mindenki kevesebb munka marad, úgyhogy ez szerintem az egyik legemlékezetesebb buli marad az életünkben. Az biztos, ja. Nagyon köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy a tévetek is nagyon jól telt, és hogy kellemesen töltöttétek el a karácsonyt, valamint, hogy a szilveszteretek is jól fog majd telni. Nekünk reméljük, hogy igen, most már tudjuk, hogy együtt leszünk, legalábbis én most már tudom. És pont évvégére össze is gyűlt a 30 ezer feliratkozó, amit nagyon szépen köszönünk mindenkinek, aki ebben az évben is velünk tartott. Ami nagyon durva, mert egy éve ilyenkor meg 10 ezer volt, úgyhogy... Igen, egy év alatt 20 ezer, nagyon para. Sokan vagytok. De nagyon szépen köszönöm minden egyes feliratkozást, és lájkot, és támogató szavakat. És hogyha kíváncsiak vagytok egy nyereményjátékra, akkor az előző videónkat nézzétek meg, ami karácsonykor került fel, pont mert annak még mindig esélyes a nyereményjátéka. Bizony, még egy napig kerekem. Igen.
Igen. Úgyhogy nagyon boldog új évet mindannyiatoknak, és találkozunk jövőre. Sziasztok! Sziasztok!